A mentés pillanatai a pécsi tűzoltóságon. Egy kis cicát szabadítottak ki egy autóból hétfőn. Csak fotókon tudjuk megmutatni ma már az akciót. A szóvivő azt mondja, házhoz jött a feladat. Hétfő kora délután érkezett ide egy személyautó, egy kis macska nyávogott a motortérben. A pécsi hivatásos tűzoltók mindent bevetettek, és hamarosan kiszabadították a kis fekete macskát, akinek az egyik kollégánk lett a befogadója. Ha nem találjuk meg az igazi gazdáját, akkor már szerető otthonban van. A tűzoltó, aki hazavitte, már tart otthon egy macskát a családjával. A gyerekek miatt vállalta be a talált cicát. A szóvivő azt mondja, gyakran hívják őket kis állatok megmentéséhez. Gyakoribb, hogy esetleg útba esett macskát kell menteni. Motortérben azért ritkán szoktunk kis macskákkal találkozni. 2 évvel ezelőtt volt hasonló eset, akkor is a pécsi hivatásos tűzoltók ugyanitt a laktanyában szabadítottak ki egy macskát a szorult helyzetéből. De előfordult, hogy nagyobb állatokat is mentettek már, lovat, tehenet, mondja Horváth Nikolett. Minden élet számít a tűzoltóknak, ezért fontos az állatok mentése is.